A magyar nemzeti kisebbségek és a romániai magyarság helyzetéről tájékoztatja Washingtonban az amerikai döntéshozókat az RMDS delegációja. A küldöttséget Kelemen Honor szövetségi elnök vezeti, aki beszámol a kisebbségi jogok hiányosságairól, egyebek mellett az egyházi és közösségi vagyonok visszaszolgáltatása terén. Kiemelte, Romániában még mindig vannak politikai törekvések arra, hogy a már megszerzett kisebbségi jogokból visszavegyenek, ezért újra és újra meg kell erősíteni ezeket a jogokat. Az Európai Unió és a NATO perifériáján fekvő Romániában a többség-kisebbség viszonya több mint emberi jogi kérdés, egyben biztonságpolitikai kérdés is, mondta a szövetségi elnök, és szerinte ezt a vetületet az Egyesült Államokban jobban megértik. Ezért bíznak az amerikai nyomásgyakorlásban a kisebbségi ügyekben, tekintve, hogy Bukarestben általában meghallják az amerikai fővárosból érkező üzeneteket. Az RMDS köldöttségének tagjai a hétvégéig tartózkodnak az amerikai fővárosban.